A jelenleg is épülő bölcsöde alapkövét még évelején letették, és most is javában folynak a munkálatok Bezenyén. Korábban ugyanis a polgármester a helyi védőnővel, házi orvossal és óvodavezetővel közösen előzetes felmérést készített, amely alapján arra az elhatározásra jutottak, hogy egyre jobban szükségeltetik a községben egy bölcsöde. A környéken ugyanis egyre több a kisgyermek, és a szülőknek is nagy segítség, ha csemetéiket biztonságba tudják helyezni napközben, amíg dolgoznak. Ezért is pályáztak 2022-ben egy új és modern bölcsöde megépítésére a bezenyeiek. 2022-ben beadtuk a pályázatot, sikeresen nyertünk is rá 196 millió forintot. Ugye 5%-os önerőt biztosítani kellett, de további önerőt is hozzá kellett raknunk, hogy ez a bölcsöde elkészüljön, ugyanis 210 millió forintos értékben számolták ki akkor a bölcsöde teljes költségét. Ugye tudjuk, hogy időközben volt egy nagy infláció, ezért az állam ismételten egy lehetőséget adott a többlettámogatás igénylése, és további 10 millió forintot kapnunk arra, hogy a bölcsödét be is tudjuk fejezni. A korszerű egycsoportos intézményt egy bölcsöde szakértő bevonásával tervezték meg, amely folyamatosan szépül kívülbelül. A vizes blokkokat már vidám csempeburkolat fedi, és a kert is készül. Az új bölcsi 12-14 kisgyermek befogadását teszi majd lehetővé, emellett pedig a tervek szerint 4 új munkahelyet is teremt a községben. A szülőknek is egyre nagyobb igénye az, hogy a gyermeküket bölcsödébe adhassák, ugyanis egyre korábban vannak nagymamák, tehát még aktív korú nagymamák vannak, és sajnos a gyermekeknek a felügyeletét csak nagyon kevés esetben tudják vállalni, viszont a szülők a munkába állása igénye egyre nagyobb, tehát jó helye lesz itt a gyerkőcöknek majd a bölcsödébe, nagyon szép környezettel, és bízom benne, egy nagyon jó csapattal tudunk majd fölállni, ugyanis 4 főt tudunk foglalkoztatni majd ebben a bölcsödében. Az is bízom benne, hogy a helyi emberekből kerül ki, és ezzel a munkaerőpiacot is fejleszthetjük Bezenyén. A bölcsöde kapuit 2024. szeptemberétől szeretnék megnyitni Bezenyén, de addig még bőven akad tennivaló az új épülettel. A polgármester hozzátette, hogy a bölcsöde felépüléséhez kapcsolódóan az intézményhez tartozó utcák útjai új útburkolatot kapnak, ezzel is megkönnyítve a bölcsi elérését a szülők számára.